Kegyesek voltak az égiek a fesztiválozókhoz, gyönyörű napsütésben korzóztak a város főterén az emberek. Minden korosztály találhatott kedvére való szórakozást. A kisgyermekes családokra valóságos játékbirodalom várt a tér különböző pontjain. A legtöbben az esti koncertekre és a hagyományos tűzijátékra voltak kíváncsiak, de azért már délután sokan ellátogattak a belvárosba. Nagyon jók voltak a táncosok, nagyon jók voltak a koncertek, egy kicsit hűvös volt tegnap a Kártágok koncerten, de ma visszajövünk a Ruzsa Magdira. Nagyon szép, nagyon színvonalas, évről évre jobb. Másokat a programok mellett az ilyenkor kapható étel és ital különlegességek csalogattak a térre. Az idei városnapján több új vendéglátóegység is bemutatkozott, így a Szigetmonostorról érkezett borkasz, amely a korára való tekintettel visszafogott tempóban tette meg a 250 kilométeres utat. 70-80-as átlagsebességgel lehet haladni, mert 100 kilométer fölött már hibaüzeneteket dob, nagyon súlyosakat, és megállunk útközben. Az esti koncertek sorát a Szabó Balázs bandája nyitotta. Anyám a konyhában a boldogságot főzi. Az együttes nem először lépett fel Nagykanizsán, de mint kiderült, a zenekarnak másféle kötődése is van a városhoz. Golyalábas koromban, utcaszínházas koromban jártam itt egyszer-kétszer, úgyhogy így megvan a város, de most így megpróbáljuk bevenni zenekarilag és zeneileg is, úgyhogy bízom benne, hogy jó kis délután lesz este. A szombati program másik kiemelt vendége Rúzsa Magdi volt, aki régi és új slágereivel is megörvendeztette az Erzsébet teret megtöltő kanizsaiakat. A koncertekkel természetesen még nem ért véget a 22. városnapja. Az időjárás nem csak a szabadtéri programoknak, hanem a tűzijátéknak is kedvezett, a fesztiválozók legnagyobb örömére.